Kezdetben csak fájdalmat éreztem, ami a vállamból sugárzott az alkaromig. Később annyira felerősödött a fájdalom, hogy nem tudtam használni a jobb karomat. Leginkább a felemelése okozott gondot. Nem voltam képes a fejem fölé emelni. Súlyos ízületi gyulladást diagnosztizáltak, és fájdalomcsillapítókat írtak fel. Nem akartam ezektől a gyógyszerektől függni a mellékhatásaik miatt. Így csak Istenhez fordulhattam. Annyi mindent kipróbáltam már, már nem volt más reményem. Azt akartam, hogy Isten tegyen csodát, és tudtam, hogy tökéletesen véghez fogja vinni. Nagyon szeretem nézni a 700-as klubot, már évek óta rendszeres nézőjük vagyok. Rengeteg ember bizonyságát láttam már gyógyulásról, szabadulásról. Azon a bizonyos estén rendkívüli fájdalmaim voltak. Amikor bekapcsoltam a tévét, éppen a 700-as klub ment. Pat imádkozott. A szavai, mintha a szívemhez szóltak volna. Ízületi gyulladás szűnik meg, sok embernek problémája ez, de most, amíg beszélek, próbálja meg megmozgatni a beteg ízületeket. Mozgassa meg őket most a Jézus nevében. Azt mondtam, hú, ez nekem szól. Felemeltem mindkét karom. Azt mondtam, Uram, köszönöm ezt a csodát. Köszönöm, hogy ma reggel meggyógyítottál. A fájdalom megszűnt. Attól a naptól fogva egyáltalán nem volt semmilyen fájdalmam. A mozgásban sem voltam többet korlátozva. Bármit meg tudok csinálni a jobb karommal, amit csak akarok. Az ige, hogy megsebesítetett a mi vétkeinkért, és az ő sebeiben gyógyultunk meg, ma is igaz. Isten ma is gyógyít. Higgyünk Isten szent és örökké való igéiben. Az ő szava igaz. Higgyenek benne. Adjanak neki esélyt. És bízzanak!